Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrármagazin nézőit. Jakab István az országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdálkörök Országos Szövetségének elnöke köszöntőjével kezdődött meg a harmadik Fejér megyei termelői vásár és mustra, amelynek keretében egyébként holnaptól látogathatunk ki a Jancsár kerti biopiacra. Akik a Jancsár kertet életben tartják, működtetik, ahol a biotermékektől kezdve a legkorszerűbben csomagolt állókig minden kapható, hogy ezt fenntartják. Ez üzenet a város polgárainak, hogy íme, itt vagyunk, erre vagyunk képesek, és ez itt a bizalom alapja az, hogy mi személyesen hozzuk ide a saját termékeinket. És az is a bizalom alapja, hogy már nemzetközi mércével mérve is az itteni kis termelők, kisebb termelők nemzetközi szinten is komoly eredményeket tudtak és tudnak elérni. Nos, még egyszer gratulálok, én sajnos nem tudok ma hosszú ideig maradni, mert nagyon fontos eseményre Erdélybe kell, innen indulok egyenesen, de lélekben itt leszek még a esti órákban is. Nos, hölgyeim és uraim, tehát ennyi előrebocsájtásával szeretnék rátérni mondanom lényegére. Igen, Magyarország meggyőződésünk szerint is az egészséges élelmiszerek országa. Ezt nem csak a határokon belül, hanem határokon kívül, sőt nemzetközi mércével mérve is bizony, nem kell bizonygatni, tudják rólunk. A napokban ugye önök tudják, hogy az Omikron vendég volt, a Japán volt a vendégünk, és a japán államminiszterrel beszélgetve, akit külön fogadtam az országgyűlésben, elcsodálkozott, hogy milyen hihetetlen ízeket tartalmaznak a magyar termékek, hogy milyen gyümölcs, milyen hús, tehát ők, akik a japán emberek, akik annyira igényesek az élelmiszerre, ők megemlik a kalapjukat és meghallják a fejüket a magyar minőséggel kapcsolatban, a magyar minőség előtt. Ezért is különös felelősségünk az, hogy ezt megtartani, sőt, bizony egy nagyon intenzív marketinggel ezt a világ tudomására is hozni, erre zajlanak kísérletek. De visszatérve az alapokhoz. Ugye az alaptörvényünk egyértelmű. Hadd döntött arról, hogy minden magyar polgárnak joga van az egészséges élelmiszerhez, való hozzájutáshoz, és a gémmentességünket az alaptörvényünkben rögzített. Miért fontos ez? Azért, mert az élelmiszer bizalmi termék. A világban mindig voltak, vannak és lesznek olyan részpiacok, ahova mi ezekkel a termékekkel be tudunk nyúlni. De a legfontosabb az, hogy a magyar emberek egészséges terméket fogyasszanak. De ketté kell választani. Sokan próbálják ezt külön választani, hogy az exportra termelő cégek és a kis termelő. Természetes, nyilván az exportra nagy volumenben egységes, minőségű áruval kell megjelenünk, de ugyanolyan magas minőségben, amennyiben ez lehetséges, arra kell törekednünk, úgy kell a fajtát, a technológiát, a tápanyaggazdálkodást, a növényvédelmet, mindent úgy kell megszervezni, hogy a megfelelő garanciákat tudjuk biztosítani, nyilván itt majd elhangzanak az előadások, a különböző bizonyítványok kiállítása, garantálása, hisz a teljes kereskedelmünk hitelessége azon múlik, hogy az az igazolás, hogy kiállít a hatóság, az az igazolás bizony az a valóságot minden tekintetben fedje, mert egyetlen egy rossz minőségű tétellel egy piacot tönkre lehet tenni, és az a magyar termelőket alapjaiban érinti. Tehát visszatérve, igen, tehát az export és a helyi termelés, azok nem egymással szemben állítandó dolgok, ezt szeretném nagyon kiemelni,
hanem igenis egymást kell, hogy erősítsék. Mert nyilván az a legfontosabb itthon számunkra Magyarországon, hogy a helyben elállított termék, az helyben kerüljön felhasználásra, helyben kerüljön fogyasztásra, legyen bizalom és váljon partnerek ki a termelő és a felhasználó. Nagyon sok intézkedés született, nem kívánom felsorolni, ismerjük azt, hogy a vágópontoktól kezdve az értékesítési csatornákban már kezdenek kialakulni. A termelői piacokról itt lesz egy hosszabb beszélgetés. Részesei voltunk, amikor mi arról beszélgettünk, azokat a vitákat, amikor létrehoztuk a termelői piacokat, azért ma már szerintem igen jól működnek, erről itt ma lesz szó. Én csak azt tudom mondani, hogy ezen az úton menni kell, tovább ezt a folyamatot erősíteni kell, mint több, nem csak a közvetlen a termelőtől a piacra, piacon keresztül értékesíteni közvetlenül, hanem azt a lehetőséget is meg kell teremtenünk, hogy olyan logisztikai központokat alakítsunk ki, ahová a többlet termést, ha nincs piaca közelben, vagy nem tudja a piacra vinni, hogy össze lehessen gyűjteni és úgy szervezetten piacra vinni az árut, ha kell, esetlegesen még a részben a feldolgozást is biztosítani hozzá. Ez az elkövetkező időszaknak a feladata lesz, ezen a területen már a műhely munka zajlik, kifejezetten egyetemek kutatók, egyetemi szakemberek és kutatók dolgoznak ezen, és hát nyilván a megfelelő kormányzati elképzelés is már körbevállazódik. Visszatérve a magyar minőséghez, a magyar termékek minőséghez, az egészséges élelmiszerekhez. Nagyon fontos a gémmentességünk, de az is nagyon fontos, hogy nekünk versenyképeseknek kell lennünk itthon és a nemzetközi szinten is. Tehát úgy kell a fajtákat megválasztani, úgy kell a technológiát megválasztani minden tekintetben, hogy a megfelelő hozamot is tudjuk garantálni. Az a fajtáink adottak a genomikai központokban rengeteg, tehát több ezer fajta áll rendelkezésre, és akkor Európában szinte egyedülálló értéket őriz Magyarország, hiszen hogy az a kutatóknak segít. De nekünk nem elegendő a GMO-mentességet itthon fenntartani, mert ha az állati termékekre gondolok, hisz ma is remek délelőtt vagy reggel már a sajtó reggeli remek élelmiszereket kell találkoztunk, és hihetetlen csodálatos ízekkel rendelkeznek ezek az élelmiszerek. Nekünk az is fontos, hogy ne csak az itt megtermelt növények esetében tudjunk a minőségre figyelni, hanem arra is, hogy Magyarországra közel 600 ezer tonna szóját importálunk. És ezek bizony még genetikailag módosított termék a szója. Éppen ezért azon kell dolgoznunk most, és azon dolgozunk, hogy a fehérje program, ma már ugye megindult a program kialakítása, hogy a fehérje program minél inkább kiteljesedjen, és a hazai igényeket itthon tudjuk kielégíteni. Hozzá kell tegyem, hogy az elmúlt esztendőben igen jó volt, nem ebben az évben, az előző évben nagyon jó volt a szójatermésünk, 3 tonnát meghaladt a hektárunk jól hozam, de ugye ez 60 ezer hektár fölött volt amúgyan a terület, de a 180 ezer tonnából alig jutott befölé az állattenyésztők számára, alig tudtunk felhasználni valamennyit, hisz ez a szója mennyiség Ausztriában és Németországban talált levőkre, mert humán élelmezés céljára használták fel. Tehát ugye látjuk a részt, látjuk, hogy itt is milyen lehetőségeink vannak. Ha meg tudjuk valósítani, azt már pedig meg kell valósítani, persze egy öntözési program is kell, hogy társuljon, meg tudjuk valósítani azt, hogy Magyarországon a fehérje nem növényeket megtermeljük, a kormányzás céljára, abban az esetben tudjuk igazán ráírni és úgy garantálni az állati termék esetében, hogy GMO-mentes. Most ez az a tartalék, ez az az erő, amivel ma Magyarország rendelkezik. Nekünk ez olyan esélyt jelent az igényes piacokon, hogy Magyarország
ezzel ki tud ugrani, ezzel tud igazán versenyképessé válni. A hozamok növelése tekintetében már nem lesz ilyen szerencség, hisz hatalmas területeken megindul a gabonatermesztés Ukrajnában, Oroszországban hihetetlen hozamokat érnek el, és hatalmas területek. Tehát mi inkább a minőség irányába tudunk elmozdulni. Fajtánk inkább adottak, a terület adott, a öntözéshez szükséges felszíni vizek adottak, a tudás, a szorgalom, a képesség adott, tehát Magyarország ezen a területen jó helyzetben van, jó pozícióban van, termékeink a világpiacon keresettek, de nagyon intenzív és nagyon erős marketing munkára van szükség, ez zajlik. És most engedjék meg, hogy visszatérjek még egy gondolat erejéig a termelői piacokhoz, az őstermelők által előállított termékekhez. Nekem az a meggyőződésem, hogy azt a gyakorlatot lassan már meg kell, hogy szüntessük, hogy a Magyarországon, az áruházi láncokban nagyrészt több ezer kilométer utazhatott külföldi zöldséget, gyümölcsöt vásárolunk. Ez hosszabb időt vett igénybe, hosszabb időt vesz igénybe, a kamara rendezvényén vagyunk. A kamara bizonyosan érzékeli, hogy egyre több olyan rendezvényt tart, egyre több olyan szakmai anyagot bocsájt a polgárok rendelkezésére, a termelők rendelkezésére, ahol gyakorlatilag bemutatják, hogy hogyan lehet a fogyasztók számára eljutatni, hogyan lehet minőségi előtelvektől, és hogyan lehet azt a fogyasztók számára eljutatni. Én hiszem, hogy majd államtitkárul, amikor a fejlesztési lehetőségekről beszél, a felelősségi felvonulás tekintetében, akkor erre külön szól. Még egyetlen gondolat, verseny van, tehát nekünk figyelembe kell venni azt, hogy az igényes piacokra csak magas minőségű termékekkel lehet bejutnunk, és a kis gazdaságok ugyanúgy képesek erre, sőt, az a tudás, tapasztalat és az a szorgalom, hogy egy családon belül megvan, az óriási erőt jelent. Ezt az erőt hasznosítani, kihasználni, ez egy ország erejét meg tudja sokszor adni. És most pedig következzék a heti helyzet Kis Norbert Ivóval, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei elnökével. A vendégünk, ahogy hétről hétre, Kis Norbert Ivó, a Fejér megyei Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Nos, azt hiszem, hogy előjáróban annyit, hogy egy rendkívül fontos termelői mustrára és vására hívjuk fel a figyelmet, hiszen szeptember 29-én és 30-án ismét a Jancsárkerti biópiac ad otthont ennek. Most megszokhattuk, hogy a termelői mustrák nagyon fontosak. Fontosak azért, hiszen az elmúlt időszakban kiderült, hogy az őstermelői rendszer működik. Tehát először is az őstermelői rendszerről szeretném kérdezni, hiszen amikor a kamara úgy döntött, hogy ezt kiterjeszti, azt hiszem, hogy ez egy remek döntés volt. Igen, az őstermelői rendszert, mikor kiterjesztettük, és olyan szinten próbálta a kamara átalakítani, hogy minden egyes őstermelő ellenőrizhető lehessen. Tehát ez úgy működik, hogy okos telefonnak az applikációjával, kamara honlapján le lehet ellenőrizni azt, hogy az az őstermelő, aki ott a piacon árul, ő jogosan használja az őstermelői nevet, és hogy ő valójában termelője, vagy másnak a termékét árulja. Plusz, ami még hozzájött, a kamarától lehet igényelni táblákat, amiket a saját standjukon ki tudnak tenni, ahol fel van tüntetve a regisztrációs számuk, őstermelői számuk, és minden olyan elérhetős, amin a vásárló tudja őket ellenőrizni. Igen, ez nagyon fontos lépcső, hiszen azért látjuk a Jancsárkertben, hogy hát jószerivel hétről hétre vannak olyan kiemelkedő események, amelynek mentén maga a vásárló is meggyőződhet erről. Azt hiszem, hogy az elmúlt hetek is bizonyították ezt, és most ez a vásár meg kiemelt lesz. Annál is inkább, hiszen a meghívóból kiderül, hogy azért a szaktárca is képviselteti magát, illetve a magos vezetése is.
Így van, a rendezvény fővédnökei, ugye Jakab István az országgyűlés alelnöke, Magosz elnöke, Györfi Balázs úr, ugye a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, és Sáringer Kenyeres Tamás, a Nemzeti Vidéki Hálózat elnöke, mint fővédnök szerepelnek a rendezvényen. Ez most már a harmadik termelői mustra rendezvényünk lesz, ami kétnapos. Első nap van egy szakmai konferencia, és második napon viszont egy piacbejárás, egy piac bemutatás, ahol díjak vannak átadva a termelők részére. Az első napi konferencián ugye előadást tart Jakab István, alelnök úr is, többek között megtisztel a rendezvényünket, és előadást tart Kis Miklós Zsolt államtitkár úr, a miniszterelnökség vidékfejlesztési, vagy agrárvidékfejlesztésért felelős államtitkára. Előadást tart még dr. Szibert Gergely, a Fejér megyei kormányhivatal élelmiszerbiztonsági és földművelési főosztályának vezetője. Akkor előadást tart még a Sáringer Kenyeres Tamás úr, a Nemzeti Vidéki Hálózat elnöke, ugye a Nemzeti Vidéki Hálózat munkájáról és aktualitásairól, és Bögyös Zsolt úr, a főosztályvezető, a Fejér megyei kormányhivatal agrár és vidékfejlesztés támogató főosztályának vezetője, ő is az aktuális agrár támogatásokról nyújt egy átfogó tájékoztatást, és a végén Jakab István alelnök úr, Magyarország egészséges élelmiszerek országa címszóval tart egy átfogó, az egész napos konferenciának egy ilyen záró képet adó előadást. Ennek tükrében azt kérdezzem meg, hogy a kamara és a Magosz közti kapcsolat jelenleg milyen, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a Gazdagkörök Országos Szövetsége egy fontos lépcsőfok abban, hogy egyik oldalról a gazdák tagjai legyenek, másik oldalról pedig ugye ez kettős tagság, hiszen a kamarai tagság is itt van. A Magosz, mint Gazdagkörök, ők ténylegesen érdekképviseleti szervek, amik a helyi, vagy tehát nézzük először is a felépítését, hogy hogyan működik a Magosznak. A Magosznak úgy működik a felépítése, hogy alulról építkező, tehát települési gazdakörök, megyei gazdaköri szövetség és ugye egy országos gazdaköri szövetség, ugye ez egymásra épül, a piramis rendszerbe felépülő rendszer. A kamarai rendszer az egy felülről, tehát egy kamara van és annak vannak lefele tagozódása. Tehát pont az ellentétes iránya mutatkozik meg neki. Ez abból jó, hogy egyik oldalról az érdekeket be tudjuk vinni a kamarába, a másik oldalról viszont az egységes országos kamarából viszont az jön le, hogy mindenhol, tehát Zala megyében is ugyanazt a szolgáltatást tudja megkapni a gazdálkodó, vagy a tagunk, mint amit Nyírségbe, vagy akár Hajdú-Bihar megyébe is. Nagyon fontos szerepe van a Magosznak abban, hogy a kamara fel tudott állni, mint az ország legnagyobb érdekképviseleti szerve, ami közel 30-35 ezer tagot számol országos szinten. Úgy gondolom, hogy megkerülhetetlen abban, hogy kikérjék a véleményüket, és egy kamarai rendszerbe, amik felállnak, és szolgáltatást nyújtanak, és érdeket képviselnek a gazdák irányába, az egységes legyen. Ezzel nem kirekesztve, tehát azokat sem, akik nem értenek egyet ezzel a mozgalommal, tehát a kamarának mindenkit képviselni kell, aki a tagságába tartozik. Egy fontos kérdés. A falugazdászok miként kapcsolódnak be ebbe a munkába, hiszen ők a kettős minőségükben dolgoznak. Egyik oldalról segítik a kamarai tagok munkáját, másrészt pedig nyilvánvaló, hogy elemi érdeke a kamarának és a Magosznak is, hogy a falugazdász hálózat jól működjék. A falugazdászok igen, tehát egyrésztről szolgáltatnak a gazdálkodóknak, gazdálkodási naplót írnak, területalapú támogatást adnak be, őstermelő igazolványt állítanak ki. És itt már az őstermelő igazolványra visszatérve, ugye hatósági feladatokat is ellátunk, tehát ellátnak mind kamarai falugazdászok. Termésbecslés megy, kárfelmérés, egy hektár alatti területeket ellenőriznek ugye ezek adókivetés szempontjából. És ők a legalsó láncszeme a kamarának, akik személyesen eljutnak a gazdálkodók, a tagjainkig, és velük tudják első körben úgymond a problémáikat megbeszélni. Ha nem elég, akkor ugye a kamarán belül, tehát ez egy hivatali oldal, a falugazdász oldal. Van a másik oldal a kamarának, ahol osztályok működnek. Ez az úgynevezett civil oldal, ahol a gazdálkodókat, ahogy igénylik és szükségük van rá, össze szoktuk hívni gyűlésekre. Egyébként alapszabály szerint évente kétszer
kötelezően össze kell hívni őket, de ha úgy igénylik a gazdálkodók és problémájuk van, akkor évente többször is össze lehet hívni, és megbeszélni az aktuális problémákat. És ezáltal egy másik vonalon is följöttek ezek az információk a budapesti központba, és ezáltal a minisztériumokba is. Ez egy tiszta és világos rendszer. Térjünk vissza a termelői mustrára. Ez bizonyított az elmúlt két esztendőben, hiszen mi magunk is ott voltunk, hogy itt a mezőföld szívében egyrészt elengedhetetlen, hogy bemutatkozhassanak a termelők, másrészt pedig, hogy tiszta és világot képet kaphassanak arról, hogy milyen lehetőségeik vannak, milyen támogatási rendszer szerint dolgozhatnak a jövőben. Azt hiszem, hogy ez tehát bevált. Mennyire népszerű a mustra egyébként? Készülnek a gazdák rá? Igen, a gazdálkodók készülnek. Én úgy tudom, hogy teltházas rendezvény lesz. Abból is kifolyok, tehát azért elég nevesek az előadóink. Ugye itt felsoroltam a nevesebb előadó, de jön például Örvendi László, hajdúszoboszlói termelői piac üzemeltetője, működtetője, akik elég hosszú és nagy tapasztalattal rendelkeznek már az ilyen mustrákba. Akkor részt vesz a rendezvényen Kratancsik László, Pázmándis pájzegyzetüles, ahol nekik már működik ez a akár házhoz szállítás is kistermelői élelmiszerekből, és ő is tart egy ilyen előadást. Nem beszélve ugye Schulz György úrról, aki a termelői piacnak a vezetője, vagy, és ő is tartja, hogy náluk hogyan mennek, és ezeket a tapasztalatokat megpróbáljuk kicserélni abba az irányba terelni, hogy a fogyasztónak jó legyen. Érintettük az elmúlt héten a tejválságot. Ugye nincs jószerivel hónap, hogy valami ne történjék. Történt előrelépés abban, hiszen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelezte a szaktárcának, illetve a tejterméktanáccsal közösen természetesen, hogy ismét elterjedt a nagy áruházláncoknál a hamisított tejbehozatala. Azóta történt egy más, én magam is beszélgettem István Falvi Miklóssal, a tejterméktanács társelnökével, aki azt mondta, hogy karöltve a kamarával mindent megtesznek azért, hogy fényderüljön, hogy kerülhetett áfat hamisított tej ismét az áruházak polcaira. Történt valami előrelépés? Igen, elkezdődtek az ellenőrzések, a hatóságok ellenőrzik mind a adó oldalról, hogy hogyan tudták ezt behozni, mind fogyasztóvédelmi oldalról, hogy egyáltalán jó minőség, vagy megfelelő minőségű élelmiszer került be az országba. Egyébként itt, amit szerkesztő úr elmondott, itt jön az a kamarának az országos átfogó szerepe, hogy egy személyként, egy kamaraként lép fel a tagjai érdekében. Tehát mint tejtermék tanács, ők egy pici szegmenst képviselnek az agráriumon belül. De mint agrárgazdasági kamara, mi az egész agráriumot és az agrárgazdaságot átfogva tudjuk képviselni mindenki érdekét, itt a fogyasztóét és a termelőjét is egyformaképpen. Egyetlen egy kérdésre maradt időnk, nagyon-nagyon fontos ugyanakkor, hogy az idei esztendő a nagyon szélsőséges időjárás ellenére jó közepes termés eredményeket hozott, ezt talán mondhatjuk, ugyanakkor a szőlész-borász társadalom pedig örülhet, hiszen ez egy abszolút kiemelkedő esztendő volt számukra. Így van, az idei évben a gyümölcsök a tavaszi fagykárakat leszámítva, azért a gyümölcsösök egész jól átvészelték ezt az időszakot. Gyümölcsös kollégával beszélgetve azt mondta, hogy volt jégverésük például, és a gyümölcsök egész szépen kiheverték azt az időszakot, hogy a jég elverte, és akkor sérüléseket okozva neki, most már nem is nagyon látszanak a gyümölcsökön. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!